Békesség a testvéreknek, hittel, szeretettel együtt az Atya Istentől, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, ez új esztendő első úrnapi Isten tiszteletén örvendezzünk a 81. Zsoltár első 3 versét énekelve. Esztendő első vasárnap Isten tiszteletén köszöntsük egymást szeretettel a körülöttünk lévőket, akiket el tudunk érni, ha kell, mutatkozzunk is be esetleg egymásnak, mert lehet, hogy csak arcról ismerjük egymást. Köszöntés néhány másodperc alatt megtörténhetett, esetleg a bemutatkozásra is szükség volt, akkor az Isten tisztelet után lehet folytatni. Helyünket elfoglalva énekeljük a 25. Zsoltárunk első 6 versét.
Kedves testvérek, megszólít bennünket Isten igéje, Pál apostolnak a kolossi beliekhez írott levele, első rész, 9. és következő verseiből leképpen. Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Hallottuk az írott igét, jöjjetek és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás szívvel jöttünk ezen a héten is a te házadba, hogy együtt dicsérhessünk téged. Hálásak vagyunk az elmúlt évért, hogy minden nap velünk voltál, és megtapasztalhattuk túláradó kegyelmedet, szeretetedet még akkor is, amikor nem érdemeltük meg. Bocsáss meg, ha sokszor aggodalmaskodtunk, kétségbe estünk, és nem a te akaratodat teljesítettük. Köszönjük az új évet, köszönjük, hogy most is lehetőséget adsz nekünk hitünk gyakorlására. Nyújts ki kezed a téged keresők felé, és erősíts meg minket, hogy ismeretünkkel, a te jóságod, szereteted megtapasztalásával másokat is közelebb segíthessünk hozzád. Kérünk, áld meg ezt az alkalmat, ígére figyelésünket, küldd el szent lelkedet, hogy a te igéd gyümölcsöt teremhessen bennünk. Amen. Amen. Forduljunk a mi Urunk felé énekmondással a 369. dicséret első, 7. és 8. versét énekelve.
helyet elfoglalva, olvassuk, halljuk János evangéliuma első fejezetének 19. és következő verseit. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A proféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Imé az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. És így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Kedves testvérek, régi gyakorlat az, hogy az esztendő első vasárnapi Isten tiszteletén köszöntjük egymást. És ez idáig még azt hiszem könnyen is ment, a jó kívánságot elmondtuk egymásnak. De vajon, ha esetleg úgy éreztük, hogy be kellene mutatkozni. Mert úgy arcról ismerjük, hogy itt mögöttünk, előttünk, általában ő szokott ott ülni, de nem biztos, hogy mindenkit ismerünk, vagy mindenki ismer bennünket. És hogyha be kellett mutatkozni, akkor mit mondunk? Amikor valahol megjelenünk, és valamiért szükséges a bemutatkozás, akkor mit mondunk? Ja, hát a nevünket. Esetleg egy foglalkozást. Esetleg egy közös ismerőst megnevezünk. De vajon elmondjuk-e azt, hogy keresztények vagyunk? Vagy ez nem tartozik a fontos információk közé? A közös ismerős az talán fontosabb? János evangéliuma elején most olvastuk, oda mennek keresztelő Jánoshoz, aki ott a Jordán mellett van, prédikál, keresztel, és neki szegezik a kérdést, ki vagy te? Sokan ismerték őt. Mégis föltették a kérdést, mert szokatlan volt, amit csinált, amit mondott. Föltették a kérdést, mert a levegőben volt várakozás, vágyakozás, valami messiás, vagy valami próféta, esetleg Illés visszajövetele iránt. Ki vagy te? Kérdezték Jánost. És János válasza kettős. Egyik oldalról kimondja, hogy
nem vagyok, másik oldalról kimondja, hogy vagyok. És mind a kettő ebben a szituációban fontos volt. Nem vagyok a Krisztus, pedig hát nem hízelgő lett volna ránézve, hogy esetleg messiásnak gondolják. Néha, amikor rólunk többet feltételeznek, akkor nem hízelgez nekünk, és még esetleg rájuk is hagyjuk. János azonban azt mondja, nem vagyok a Krisztus, az nem én vagyok. Na jó, hát ha nem vagy a Krisztus, akkor a próféta. Az se vagyok. Hát akkor talán Illés? Az se vagyok. A levegőben ott volt, az emberek gondolkozásában ott voltak ilyenfajta gondolatok is. Ezért kérdezték ezeket tőle. Egyik oldalról tehát kimondja, mi az, ami nem vagyok. Ne gondoljatok annak, mert nem az vagyok. De másik oldalról kimondja pozitív módon is, hogy ki vagyok akkor én. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. És ugye eszünkbe kell, hogy jusson Ézsaiás könyve 40. fejezetének az eleje. Hiszen János itt arra hivatkozik. Ott akkor a babiloni fogságból való szabadulás meghirdetése, itt pedig a sokkal nagyobb szabadulás meghirdetésére, kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak. Ki vagy te? Amikor be kell mutatkoznunk, akkor mit mondunk? Különösen, ha nem itt a templomba kell ezt tenni, hanem a hétköznapokban. Téged is ott láttunk. Emlékezünk? Ott a főpap udvarában, amikor a kapus hölgy azt mondja Péternek, hogy ott láttunk a názáreti mellett. Engem? Nem. Szóval, ki vagyok én? Ki vagy te? Ne akarjunk többnek és másnak látszani, mint amik vagyunk. De amik vagyunk, azok legyünk. Azt vállaljuk. Vajon amikor úgymond bemutatkozni kell, akkor kiderül az, hogy keresztény vagyok? Kiderül, hogy keresztény vagy? Vagy ez 126. rangú információ? Nem öndicséret miatt, de vajon ez fontos, hogy Krisztus követő ember vagyok? Hogyan ismerhetnek meg minket? Kiderül rólunk, esetleg szavaink nélkül is, vagy vállalt szavainkkal kimondva, hogy Krisztus követő ember vagyok? Mert elmondjuk a nevünket, elmondjuk a foglalkozásunkat, esetleg a családról is mondunk valamit, de hogy Krisztus követő vagyok, hogy keresztény ember vagyok, ezt vállaljuk? Vagy erről úgy csöndbe hallgatunk? Sokszor ez a hallgatásunk az erőtlenségünket is mutatja. Nyilvánvalóan nem magunkat kell dicsérni, de amikor szükséges, a hitet meg kell vallani. Mit mondott ez a János magáról? Nagyon érdekes, amikor magáról beszél, akkor a küldetéséről beszél. A küldetéséről beszél, nem arról beszél, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok, hogy én egy kicsit aszkéta jellemű ember vagyok, vagy másmilyen vagyok, hogy miért így öltözök, vagy miért erdei mézet eszek, miért a pusztába jöttem ki, miért nem Jeruzsálem főterén, vagy esetleg a templom udvarán prédikálok. Küldetéséről beszél. És a keresztény ember is küldött. Mindannyian küldetésben járó emberek vagyunk. Mit mond a küldetéséről? A küldetésem az, én azért jöttem és azért keresztelek, hogy ismertté tegyem őt. Ismertté tegyem őt. Azaz Jézust. És talán van, akinek fölrémlik Hóseás próféta könyvéből, valahol ott a 4. fejezet elejéről,
ahol azt olvassuk, 2700 évvel ezelőtti korban vagyunk, nem ismerik az Istent az országban. És aztán ott sorolja a vétkeket, hiszen a hit és az etika az összefügg. Nem ismerik az Istent az országban. Vajon mennyire ismerik Magyarországon a Krisztust? Persze Európában valamit lehet hallani róla, de valóban a Krisztust ismerik, a Biblia Jézusát ismerik? Vagy csak harmad, ötöd kézből kapott információkat tudnak? János azt mondja, az a küldetésem, hogy ismerté tegyem a már köztetek lévőt, csak ti még nem ismertétek föl, még nem kezdte meg nyilvános működését, de itt van. Most már nagyon közel van, betelt az idő. Ezért jöttem, ezért keresztelek, hogy Izrael megismerje, felismerje és megismerje az megérkezett Messiást. János, amikor ott majd másnap Jézus megjelenik, János bemutatja Jézust. Bemutatja Jézust. Egy kicsit talán úgy, mint olykor szoktuk csoportfoglalkozásoknál, mondjuk egy konferencián, ahol nem mindenki ismer mindenkit, hogy beosztjuk és megkérjük az embereket, hogy úgy kettessével üljenek le, és egymásnak mutatkozzanak be, és erre hagyunk jó néhány percet. Ki meséljen magáról, azután összehívjuk a csapatot, és utána, akivel leültem, őt kell nekem bemutatni. Mire emlékszek? Mit tartok fontosnak? Abból, amit hallottam, hogy megosszam és bemutassam a többieknek. Nos, János Jézust bemutatja. Bemutatja valahogy úgy, hogyha valaki esetleg mostanság olvasott mondjuk antik drámákat, ahogyan ott gyakran valahol a dráma elején, a mű elején az egyik szereplő bemutatja a főhőst. Fölvezeti a főhőst. János valami ilyesmit tesz. Ezért jöttem, hogy ismerté legyen Jézus, aki a Messiás. És így Jézusra mutat. Ez a lényeg. Ki vagyok? Én vagyok az a kiáltó hang, aki azt mondja, hogy készüljetek, itt van. Bemutatom nektek. Nagyon érdekes, amit itt olvasunk. Engem úgy különösen megragadott, hogy elmondja keresztelő János, és az evangélista János meg leírja keresztelő János szavait. Tudnélik, én nem ismertem őt. Micsoda? Én nem ismertem őt. A mennyi atya jelentette ki számomra, hogy ki az. Vagyis keresztelő János beismeri, nem tudok mindent én sem. Sok minden ismeretlen, sok minden titok, sok minden számomra is érthetetlen. De amit az Isten velem megértetett, azt most elmondom nektek. Így ismerté teszem közöttetek és számotokra Jézust. És ennek a jele, ugye láttam, mint egy galamba, hogy leszáll, ahhoz hasonlóan az Isten lelke megnyugodott rajta, és így ismertem föl, hogy ki az a valaki, akiről nekem kell szólnom, akit nekem kell bemutatni, megismertetni a ti számotokra és ti nektek. Amit tehát tud, ami reá van bízva, az továbbadja. De ki meri mondani azt is, hogy nem tudok mindent? Vajon mi hogy vagyunk mindezzel? Amit tudunk, amit már megismertünk Istenből, az ő kegyelmes szeretetéből, amit már tudunk, amit megéltünk a Krisztussal kapcsolatosan, ezt továbbadjuk? Ismerté tesszük? Ezt elmondjuk? Vagy jaj, hát nem végeztem hittudományi egyetemet, akkor én nem szólok.
János nem egyszerűen azt mondja, ime a Krisztus, ismerjétek meg, hanem kimeri mondani, hogy én se tudok mindent, minden részletet, de ami rám bizatott, azt megosztom veletek, azt elmondom. Mi mindig elmondjuk? Vagy álszerényen visszahúzódunk, majd valaki más, mert nem tudok mindent, akkor semmit sem mondok. János, ebben is példa lehet a mi számunkra. És keresztül Jánoson keresztül minket is bátoríthat az Úr, hogy merjünk ebben az esztendőben is szólni. Amit tudunk, amit nem tudunk, arról nyilván ne beszéljünk. És ne állítsuk be magunkat úgy, hogy mindent tudunk. De amit tudunk, azt szóljuk. Mondta Jézus Nikodémussal való éjszakai beszélgetés folyamán. Amit tudunk, azt szóljuk. Nos, mi az, amit keresztelő János elmondott Jézussal kapcsolatosan? Nagyon-nagyon figyelemre méltó, nagyon érdemes alaposan olvasni az igét. Az üdvösségeset, a legfontosabbakat, azt elmondta, azt megosztotta az ott lévőkkel. Nem bulvárhíreket osztott meg. Nem azokat, amiken lehet csámcsogni, meg majd másnap is még beszélgetni, meg megbotránkozva, meg felháborodva, meg felese igaz, és amikor továbbadtuk, most már negyedese igaz. Az üdvösségesen fontosat. Keresztelő János nem beszélt lényegtelen, bár igaz, de lényegtelen dolgokról. A fontosat osztotta meg. Vajon mi hogy vagyunk? Hiszen egy olyan világban élünk, ahol zúdul felénk a rész információ. Aztán egy másik csatorna, egy másik részletet emel ki. Egy harmadik meg egy harmadik részletet, egy harmadik mozzanatot. És aztán ember legyen a talpán, aki el tud igazodni, mert mindegyik a saját részletét tartja igazinak. Keresztelő János, csak az üdvösségesen fontosat és lényegeset mondja. De azt mondja. Vajon mi hogy osztjuk meg? Mert azt mindenkinek tudnia kell, hogy elmentünk nyaralni egy napja, és a lakás otthon üres. Biztos, hogy kell ezt mindenkinek tudnia? Mert megvan a technikai lehetőség erre. És biztos, hogy az a legfontosabb információ, hogy mielőtt pózolunk. Mit mondott tehát keresztelő János? Két dolgot. Az egyik, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És itt eszünkbe juthat megint, és érdemes elolvasni ilyen szemmel és ilyen füllel Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetét, ahol az Úr szenvedő szolgájával kapcsolatosan többek között ilyeneket olvashatunk. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Íme az Isten báránya. Ezt az akkoriak értették. Nyilván meg is döbbentek. Hiszen egy valaki jött, aki pontosan úgy nézett ki, mint minden más ember. A közelgő Jézusra mutatva mondta ezt keresztelő János, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A másik nagyon fontos információ pedig,
hogy ez az Isten fia, ez az a két dolog, amit keresztelő János elmondott Jézussal kapcsolatosan. Hogy János mit tudott Jézus addigi, tehát még nyilvános működését meg nem kezdő életének korszakairól, eseményeiről, nem tudjuk. De János nem kezdett ilyenekbe bele. Nem kezdett részletekről beszélni, ami elviheti a figyelmet és a gondolatot a lényegről. Valóban az üdvösség esetés fontosat mondja. És ez megjegyezhető. Íme az Isten báránya, általa van út az atyához, benne van bűneink bocsánata, és ő az Isten fia. Ehhez nem kell rettentes nagy szellemi képesség, hogy valaki ennyit megjegyezzen. Ha ezt megjegyezte, és ezt a szívében forgatja, akkor a legfontosabbat tudja. A Szentírásból mi is ma így kell, hogy segítsünk. Nagyon sok minden van, de nem arról kell beszélni, hogy hány szalmaszál lehetett a jászolban, és milyen erekét lehetne belőle csinálni, és micsoda kereskedelem lehetne ebből, mert akkor elvittük a lényegről az emberek figyelmét. Keresztelő János kettőt mond, de ezt a kettőt nagyon a hallgatók szívébe helyezi. Mi tudjuk, ismerjük a lényeget? Remélem, igen. Tudjuk, ismerjük az ige lényegét. Az Isten irántunk való szeretetének a lényegét. Nagyon remélem, hogy mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk. Ezt osztjuk meg. Vagy mindenféle vallásos dologról tudunk csevegni, és a lényeg elmarad. Mit is mondott Jézus Nikodémusnak? A tudós, a korabeli tudós, vallás ismerő embernek. Amit tudunk, azt szóljuk. Hogy van tehát mindez? Most így itt az esztendő elején tegyünk mellé egy kifejezést tehát. Igen, valamit meg kell tanulni. Megismerni és megtanulni. Mert csak úgy lehet hitben dönteni, és csak úgy lehet továbbadni. Mert amit tudunk, azt tudjuk továbbadni. Ezt tanítványképzésnek is nevezhetjük. Kedves testvérek, amit tudunk, azt szóljuk. Hogy is írja ezt Pál apostol a Római Levél 10. fejezetében? A hit hallásból van, tudnélik az Isten beszédének a hirdetése által. A Krisztus beszéde által. Meg kell hallania. És János azt mondja, ez a küldetésem, hogy ismerté tegyem Jézust közöttetek. De ez a küldetés a mindenkori tanítványnak is, nekünk is. Menjetek el és tegyetek tanítványá minden népet. Tanítva őket. Hallják. Mert akkor tudnak dönteni. Vagy emlékezzünk Péter második levelének nagyon ismert soraira. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ezt a keresztény gyülekezetnek írja az apostol. Nekünk magunknak is szükségünk van tehát arra, hogy növekedjünk, mert mi is elmondhatjuk keresztelő Jánossal együtt, hogy nem tudok mindent, de amit az Isten már megismertetett velem, azt elmondom. Ő pedig a lényegeset ismertette meg velem. Azt kell, hogy továbbadjam. Vajon visszatérve a bevezetőre, amikor itt köszöntöttük egymást az esztendő első vasárnapi Isten tiszteletén, esetleg még be is mutatkoztunk egymásnak, legalább a nevünket mondva, ha úgy éreztük. Nos, hogyan ismernek minket? Mert nyilván nem az a igazán fontos, hogy csak mondjuk, hogy keresztények, keresztények, keresztények vagyunk, és ebből semmi nem látszik az életünkön, de van, amikor ezt ki kell mondani. Hogy ez és ez a foglalkozásom, de valaki ezt így fogalmazta meg bemutatásnál, bemutatkozásnál,
XY keresztény, és mondta a foglalkozását. Keresztény vagyok. Egyébként a hétköznapi kenyeremet ilyen meg ilyen foglalkozással keresem meg. De az életemet meghatározó nem a foglalkozásom, hanem a keresztény létem, ami kihat a foglalkozásomra, az ahhoz való hozzáállásomra is. Keresztényként ismerhetnek meg, és ez nagyon fontos, és ezt vállalnunk kell, és ha kell, ezt szavakkal is ki kell mondani, bár töredékes a mi ismeretünk is. Ahogy ezt Pál apostol írja a nagyon szeretett Krisztus himnuszban, hogy töredékes a ismeretünk, töredékes a prófétálásunk, vagy rész szerint való az ismeretünk. De akkor is azt, amit már megismertetett az Isten, azt ránk bízta, hogy mi tovább adjuk, elmondjuk másoknak. Mert így mások is döntési helyzetbe kerülnek. A hitre jutáshoz segíthetünk. És szükségünk van nekünk magunknak is arra, hogy tanuljuk jobban az Isten igéjét. Hogy el tudjuk majd mondani, amit más helyen így olvasunk, hogy tudom, kiben hiszek, kinek hittem. Ismeret, amiről a Kolossi levélből is hallottunk az előbb. Növekedni az Isten ismeretében. Kedves testvérek, tanuljuk tehát az igét. Törekedjünk minél jobban megismerni, és ismertessük meg a körülöttünk élőkkel a Krisztust. A lényegeset merjük kimondani. Lesz sok kérdésük, általában a kevésbé lényeges dolgokon akadnak el. Próbáljunk a lényeg felé törekedni, hogy ki az Isten báránya, kiben és ki által van üdvösségünk és örök életünk. Tanuljuk tehát az igét, hogy taníthassuk, hogy általunk is ismerté legyen a Krisztus népünkben. Amen. A 307. dicséret első három verse legyen először a közös feleletünk. Thank you.
imádkozzunk. Hálát adunk Istenünk, hogy noha Te hatalmas és mindenható teremtő Úr vagy, mégis megismertetted magadat teremtményeiddel. Téged áldunk, Urunk Istenünk, hogy noha szent és igazságos Isten vagy, mégis eltévejedett teremtményeidet megkerested, és minket is megszólítottál. És hálát adunk az atyákért, a proféták bizonyságtételéért, reformátorainkért, a hitben előttünk járt nemzedékekért, azokért, akiken keresztül minket is megszólítottál. Bemutattad, megismertetted velünk Krisztusban fölkínált kegyelmedet. Segíts, hogy még jobban megismerjünk tégedet, hogy elmélyülten tanulmányozzuk a te ígédet, és így növekedjünk az ismeretben, a kegyelemben. Könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy nevedben való összegyülekezéseink gyarapítsanak az ismeretben, erősítsenek a hitben, bátorítsanak megküldetésünkben, hogy áldás forrásai legyenek számunkra, és rajtunk keresztül mások számára is. Könyörgünk kis csoportjainkért, amikor összegyülekezünk, hogy jobban megértsük, jobban megismerjük akaratodat. Könyörgünk gyülekezet alapító szolgálatunk gyümölcsözővé válásáért. A megvásárolt ingatlanunk legyen a lelki épülés helyévé. És könyörgünk, Urunk Istenünk, mert magunkat odaszánjuk, bár töredékes az ismeretünk, hogy bizonyságtételünk országod építését szolgálja. Hozzád fordulunk a mindennapokért, a vizsgákra készülőkért, hogy szorgalmas munkájuk eredményeként jól tudjanak számot adni. Hozzád fordulunk az új esztendőben a munkába magukat belevetőkért, hogy ugyanakkor ne tévesszék szemük elől az élet értelmét. És hozzád fordulunk, kiáltunk erőtlenekért és betegekért és gyászolókért, hogy igéd lelki gyógyulás és erőforrás lehessen számukra. Urunk, hozzád fordulunk és hozzád kiáltunk, hogy a téged kevésbé ismerők rajtunk keresztül is megismerhessenek téged, és megismerhessék kegyelmedet, és így a mi bizonyságtételünk is életeket megfordító, megújító szeretetednek hasznos eszközeivé lehessenek. Ebben az új esztendőben is erősíts, gyarapíts minket a te ismeretedben, a te kegyelmedben, hogy ennek jó híréről tegyünk bizonyságot mindeneknek. Amen. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adj meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Szeretett testvérek, a mai vasárnapon a háládatos élet jó cselekedeteire a következő ige Mózes 5. könyvéből így tanít. Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn terem évről évre az Úrnak, a te Istenednek.
Gyülekezeti tagunk Virág Lászlóné Pető Ildikó temetése a ránk következő héten csütörtökön 1 órakor lesz. Az ünnepi rendtartásunknak vége van, és visszatérünk a hétköznapi gyülekezeti rendtartáshoz, vagyis a ránk következő héten már minden kis csoportot a kialakult rendszerint megtartunk. És egy kicsit előrefele is tekintve hirdetem, hogy ugye januárt kezdtük el, ebben a hónapban lesz 20-27 között majd az egyetemes vagy ökumenikus imahét. A részletes program honlapon, gyülekezetőiságban benne lesz, hirdetőn kint lesz. Azt szeretném külön kiemelni, hogy a keddi napon, tehát január 22-én kedden mi leszünk a házigazdái majd az imahét alkalmának. Úgyhogy erre majd készülünk. Készülünk arra is, hogy meg tudjuk vendégelni azokat, akik ide eljönnek, hogy ez hogyan és miképpen majd erről az elkövetkező időben lesz szó. De a naptárunkba írjuk be. A könyvtár most is nyitva van a lelki olvasmányok kölcsönzéséhez. Ma Isten tiszteletünkön igeolvasással, imádsággal Németh Simon és felesége Dóra szolgált. És emlékezzünk a hallott igére, tanuljuk az Isten igéjét, hogy taníthassuk, és ismerté legyen az Úr. A 255. dicséret első, 7. és 8. versét énekeljük.